Bridget Wellinger, Eve Tarlett, 24 karácsonyi mese, 18. fejezet. Matyi segít a Mikulásnak. Drága nagyfiam, Matyi, lennél szíves elmenni a sarki boltba és hozni nekem egy adag cukormázat? Kérdezte anya. Könnyékig lisztes vagyok, át kellene öltöznöm ahhoz, hogy boltba mássak. Hát jól van, sóhajtott Matyi. Felvette a kabátját és a csizmáját, fogta a bevásárlószatyrot és már indult is. Nem sokára jött is már visszafelé. Ahogy lépett volna be a kapun, egyszerre valami nagy, bolyhos vörösséget látott meg a ház előtt. Na hát, ez a Mikulás sapkája, döbbent meg Matyi. Felvette, lerázta róla a havat, és beszaladt a házba. Anya, anya, kiabálta, nézd, mit találtam. Anya nagyon meglepődött. Tényleg az. Szegény Mikulás biztosan leesett a fejéről a nagy rohanásban. Tudod, ilyenkor neki is rengeteg a tennivalója. Mit gondolsz, segíthetni? Neki kérdezte lelkesen Matyi. Remek ötlet, mosolygott anya. Nagyon fog neki örülni. Tudod mit? Szerintem kezd a segítést azzal, hogy kitakarítod a szobádat. Matyi a fejébe nyomta a piros sapkát és nekilátott. Addig dolgozott, amíg a szobájában olyan rend nem lett, hogy maga sem ismert rá. Ezután anyának kezdett segíteni. Együtt gyúrták és nyújtották a mézes kalács tésztát, aztán a formákkal figurákat szaggattak ki, melyeket a sütőbe tettek. Az egész háznak karácsonyi illata lett. Matyi belekóstolt a sütibe. De finom, sóhajtott fel. Átvihetek párat a szomszéd néninek? Hát persze, mosolygott anya. Kedves tőled, hogy rá is gondolsz. Így hát Matyi megint csizmát húzott, és átvitte a sütiket a szomszédba. Bim-bam. Ki az? Csak nem a Mikulás? Kérdezte a szomszéd néni meglepetten, amikor ajtót nyitott. Nem, nem, csak én vagyok, nevetett Matyi, és levette a fejéről a sapkát. A segédje. Hoztam egy kis mézes kalácsot. Nem segíthetnék valamiben? Hát, tűnődött a néni, már régen el akartam söperni a havat a tornácról, de annyira fáj a hátam. Megtennéd helyettem? Szíves örömest, mondta Matyi, és felemelte a sáprűt. Egy perc és kész vagyok. Hazafelé Matyi észrevett pár madarat. A fagyott földet csipkették, mintha keresnének valamit. Szegénykék, valószínűleg éhesek, sajnálkozott. Megyek, hozok valami ennivalót. Azzal bement a házba, és pár marék zappehelyen jött elő, majd kiszórta a magokat a bokrok alá. A sok teendője ellenére este nem felejtette el kitenni a szépen megpucolt csizmáját az ablakba. Mire eljött a lefekvés ideje, már olyan fáradt volt, hogy alig tudta felvenni a pizsamáját. Még kívánszorgott a fürdőszobába fogat mosni, de alig bírta nyitva tartani a szemét. Ásította. Ez nem volt könnyű. De a Mikulás biztosan örül, hogy nem kellett mindent egyedül elvégeznie. Jó ét, anya. Jó ét, kis segéd, simogatta meg anya, mosolyogva. Aznap éjjel Matyi a Mikulásról álmodott. A levegőben repült Matyi korcsolyája volt rajta, és annyi ajándékcsomagot cipált, hogy az óráig sem látott tőlük. Ráadásul sehol sem találta a sok csomag közt Matyi ajándékát. A csodába, morogta a szakállába, ez rettenetes, pedig milyen szorgalmasan dolgozott ez a gyerek. Matyi felriadt. De jó, hogy csak álom volt, sóhajtotta meg könnyebbültem. Kimászott az ágyból, és a zsapkáját kereste, hogy ismét a fejébe nyomja, de sehol sem találta. Vajon hol lehet? Csodálkozott. Egészen biztos vagyok benne, hogy itt hagytam a széken. Hümmögött anya, én sem tudom. Mi lenne, ha megnéznénk a másik szobában? Matyi kinyitotta a szobaajtót, és meglepetésében felkiáltott. Ó, a szoba ablakába kitett csizmájában egy kis piros édességgel teli sapkát látott, és színes ajándékdobozokat. Hűha, a Mikulás hozott nekem egy új sapkát, örvendezett Matyi, és azonnal fel akarta próbálni. Anya átöntötte az édességeket egy kosárkába, és Matyi a fülére húzta a sapkát. Éppen jó, jelentette ki. Biztosan ezzel köszönte meg a Mikulás, hogy megtaláltam az övét. Matyi új sapkája könnyű volt és meleg. Hurrá, örvendezett Matyi. Így most már minden nap Mikulás segéd lehetek.
Ennek nagyon örülök, mondta anya, és mosolyogva megölelte a fiát. Mit szólnál, ha azzal kezdenéd a segítkezést, hogy segítesz kicsomagolni az ajándékokat, és a sütit sem tudom egyedül megenni.